looking for the diamonds and the stars. Wanna be Kardashian's boss. But she's so different. She gives a damn about your money or your mission. But she's so clever. She's got me hypnotized like no others. She got me hypnotized. She got me hypnotized. She got me hypnotized. She got me hypnotized. Yeah. About to get what they want. They don't really care about your heart. Wanna be Kardashian's boss. But she's so nasty. She gives a damn about and keep her for his fancy. And me, only want her. She got me hypnotized like no other. Itt is van velem a dal előadója, Gulyás Roland. Szia! Szia, köszönöm, hogy itt lehetek. Hát mi köszönjük, hogy itt vagy. Hát a dalból kiderül, hogy hipnotizáltak téged. Ez mit jelent pontosan? Miről szól a dal? Illetve kik hipnotizáltak? Ez a dal egyébként egy nagyon jó történet van, hiszen ezt a dalt nem én írtam. Ezt nekem Alex írta. Az az Alex, aki már egyszer megjárta ezt a dalműsort, és meg is nyerte, és kijutott az Eurovízióra is. És ő írta nekem ezt a dalt. Ő ezt már korábban megírta egyébként, ezt a dalt, tehát nem frissen írta meg. Azt mondta, hogy kellett neki egy olyan férfi hang, ami megszólal, ami kitölti a teret, és úgy gondolt, hogy az én hangom egy olyan, és így nekem szánt ezt a dalt. A dalszövegről annyit igazából, hogy abszolút a mai trendre íródott, hiszen olyan fogalmak vannak benne, mint a Kardashian, amit igazából szerintem az idősebb korosztály nem feltétlenül nem is fogják érteni, igen. De úgy tényleg értik, hogy ha Kardashian, akkor ez a szilikonos, blázacicás nők jönnek fel. És pontosan egyébként miről szól azon kívül, hogy mai? Tulajdonképpen egy fiúról szól. Arról, hogy a fiút sok sérelem éri az életben. Kicsit elzárkozik a világ elől, és mindig reménykedik, és hisz abban, hogy a fiúnak van a hely a világban, és ezért keresi a helyet a világban. Viszont a hit egy kicsit megtorpan, és kicsit ironikus, hogy pont akkor találkozik egy olyan lánnyal, amikor a legkevésbé számít rá. De ez egyébként így van az életben is, nem? Igen. Nem, amikor pont feladja az ember, akkor jön szembe az igazi. Na figyelj, hát most rajtad van a sor szombaton, neked kell hipnotizálnod a zsűrit, illetve a közönséget. Ez a célod, hogy hipnotizáld őket és elvarázsold őket, vagy csak szimplán jól akarod magadat érezni? Tulajdonképpen én imádom énekelni ezt a dalt, és maga a zenélést én imádom csinálni. És emellett nagyon-nagyon jó lenne tényleg az, hogy a zsűri tetszését is elnyerném, és a nézők tetszését is elnyerném, hiszen ez egy úgymond visszajelzés afelől, hogy mennyire jó a dal, és én nagyon hiszek ebben a dalban, és szerintem egy nagyon jó dal. Ami nagyon érdekes, hogy ugye Bay Alex írta neked az alatt, hogy ezt az előbb említette, de te annak idején a tehetségkutatóban, amiben indultál, nem az ő csapatában voltál. Hogy kerültetek össze? Hogy jött az, hogy neked adta ezt a dalát? Milyen a viszonyatok? Ez így van, nem Alex csapatában voltam, hanem Giginek a csapatában. Viszont én Alexszal találkoztam ugye a próbákon, ugye, meg úgy elkerülhetetlen volt, hogy ne találkozzunk. És én Alexszal mindig egyébként felnéztem, és mindig nagyon szeretem a munkásságát, és azt is szeretem, ahogyan ő gondolkodik. És sokat beszélgettünk, és Alex is teljesen pozitív véleményt alkotott rólam is, és ezt többször is hangoztatta egyébként a műsorban is. És ezért nagyon hálás vagyok, és szerintem egy Alexi nagyon jó ember, és a zenében is egy nagyon profinak gondolom Alexot. És megtalálta a te hangodat az ő dalához. Milyen volt a közös munka, illetve tehernek érzette azt, hogy egy dalgyőztesnek a dalát fogod énekelni? Vagy inkább azt érzed, hogy ezzel kicsit előnyben vagy a többiekhez képest? Hiszen a te dalod tudhat valamit, amit a többieké nem biztos. Abszolút nem érzem ezt felelősségnek, és úgymond ilyen plusz súlynak, hogy Alex írt a dalomat, és
ez a dal kerültem be. Úgy érzem egyébként, hogy még ez egy pluszt ad, egy pluszt löketet, egy töltést, hiszen azért Alex már kijutott, és elég jó helyezést ért el. És Alex egy remek zeneszerző és dalszövegíró. Ha volt az első próbád, mesélj róla, milyen volt. Más egyébként erre próbálni, mint annak idén a tehetségkutatónak a válogatóira? Ha igen, akkor miben? Egyébként az első különbséget ott tenném meg, hogy még abban a tehetségkutatóban nem a saját dalomat énekeltem, más dalait. Ezért úgy gondolom, ez egy másik szint, ez egy felsőbb szint, hogy itt már a saját dalomat éneklem, mint az én világomat adom elő. És ez jobb érzés, hát öltek, gondolom. Igen, egyébként jobb érzés. És a próbák egyébként én mindig is imádtam akkor is, és most is, amikor kimentem a színpadra ott a dalpróbáján, hát egyszerűen imádtam. Megláttam, mennyire gyönyörű, nagyon otthon éreztem magam. Tehát ez a te világod. Viszont te azért nem lépsz színpadra, úgy tudom, kabala nélkül. Van egy kabalád, mesélj erről. Ez így van. De most nincs nálad, ha jól látom, vagy én nem tudom, én nagyobbnak képzelem. Igen, mondjuk én, miről van szó, mert ez egy kis koala, amit a gitáromra szoktam akasztani. Egyébként koala, hiszen Ausztráliának az egyik jelképe, és nekem ezt egy ausztrál barátom adta, az egyik legjobb barátom, akivel egyébként a zene által ismerkedtem meg, és akivel nagyon sokáig együtt zenéltem, utcazenéltünk együtt, és nagyon sok mindenben segített nekem, és én is próbálok neki segíteni. És ezt ő adta nekem, hogy bármire járok a világban, velem legyen. Hát akkor nem is tudom, Roland, de azt tudom neked mondani, hogy a koala legyen veled, ha érted, mire célzok, és nagyon sok sikert kívánok neked szombatra, és hát akkor mindenki láthatja Rolandot szombaton 20:30-kor a Duna TV-n a dalban. Köszönöm szépen.